ismerős és új karakterek, látványos és félelmetes elemek, váratlan, ám szórakoztató ingerek. Mindezeket megkapták a horror cirkusz csapatától azok a városlakók, akik minden bátorságukat összeszedve részt vettek a Kraj Edward és csapata által összeállított program soron. A horror cirkusznak már hosszú évekre visszanyúló hagyománya van Dunaújvárosban. Az igazi, cirkuszos családból származó művész már 2015 óta negyedik alkalommal hozta el a show-t településünkre. Az idei évben a műsor azt ígérte, látványosabb és félelmetesebb lesz, mint valaha. Ezt is nyújtotta a látogatóknak. Igazság szerint mi már nagyon régóta foglalkoztunk cirkusszal, tehát a családom több generációs cirkuszi dinasztia. Jó magam is ugye a cirkusz világában születtem, nőttem föl ilyenek, és szerettem volna egy olyan cirkusz csinálni, ami a fiataloknak szól kifejezetten, ami szórakoztató, humoros, mégis elkápráztatja az embereket, jó műsorszámokkal telerakni, meg azért egy interaktív show legyen, ahogy élménnyel gazdagodjanak. Kraj Edward azt mondta, az idei évben két sátorban is borzonghatnak a látogatók. Ez egy új formátum, amely már a fővárosban bizonyított. Így most egy országos turné részeként járják vele az országot. Horrorisztikus köntösben bujtatva ez a cirkuszi műsor, mint ahogy azt mondtam, tehát azért vannak ijesztő, váratlan dolgok. Nem tartjuk végig akkora nyomás alatt a közönséget, mivel, mint ahogy mondtam, nem az a cél. Az a cél, hogy jól szorakozzanak. Tettünk bele jó adag szarkasztikus humort, egy csomó olyan elemet, amiben a közönség is részt tud venni, ha akar. Nem kötelező, de ha akar, akkor van rá lehetősége. Viszont azért ijesztésekben, hát ha akarnak, hanem abban részt fognak venni, mert meg lesznek ijesztve, egy kicsit fogják kapni az ívet, talán jobban, mint eddig. Mivel most ebben az évben két sátorral érkeztünk ide Dunaújvárosba, ezt már tavaly teszteltük Budapesten a Pólusz Center mellett, nagyon-nagyon nagy sikere volt neki, idén is nagyon szerették, és úgy gondoltuk, hogy akkor elviszük egy országos turnéra most idén ezt a két sátras produkciót, ami azért rengeteg izgalmat rejteget. A műsor részeként régi és új, félelmetes és humoros karaktereket, helyzeteket ismerhetnek meg a résztvevők. A vezető kiemelte, a show egy fontos része az interaktivitás, hiszen ez az egyik legfontosabb dolog, amely ezt a horror cirkusz műfajt megkülönbözteti például egy átlagos cirkuszi előadástól, vagy egy szimpla otthoni horrorfilm nézéstől. Olyan produkciókat áthorrorosítottunk, amik amúgy egyébként megtalálhatóak rendes cirkuszi műsorban, de mi teljes új köntösbe bújtattuk ezt az egészet. Rátettünk új elmezeket, ugye új, tehát olyan karaktereket hoztunk be, amiket azért ismernek az emberek a filmekből, bárhonnan, és ugye magát az interaktivitást, ez a fő lényege annak, ami ugye más produkciókban nem található meg. Nyilván most itt hozzásorolhatnám az is, ami nem található meg, az egész horror cirkusz Magyarországon nem található máshol. Maga a szövegvilága, a hangulata, az egész atmoszféra, ami bent uralkodik egy ilyen show műsor alatt, de ennyire interaktív műsort, én azért szerettem, hogy ennyire interaktív legyen a műsor, mert más az, tehát ennyi erővel akkor otthon is megnézhet valaki egy horrorfilmet a tévében, és akkor kicsit borzong, vagy egy kicsit fél, de ha akkor elnéz, vagy nem nézi, vagy kikapcsolja, ezt itt nem csináljuk. A látványelemek, a sátor, a nézőtér és az élményhez kapcsolódó díszletek természetesen nem maguktól kerülnek a helyükre. Ezeket minden alkalommal egy képzett stáb állítja fel az adott helyszínhez igazodva. Erről már Wertheim Steven technikai vezetővel beszélgettünk. Van egy ugye hétfői nap, mikor szétszedjük a sátrat. Ugye mindig másnap szedjük szét, hétfőn már érkezik egy transport, mikor kimérésre kerül a terület, kedden megérkezünk, ugye felállítsuk a sátrat, bekerülnek a lelátók, ugye bekerül a fénytechnika, hangtechnika, egyebek, és egy teljes napot vesz igénybe. Az elmúlt évekhez hasonlóan a horror cirkusz idén is hatalmas sikert aratott a résztvevők körében. A pozitív dunaújvárosi alkalmak nyomán mind a szervezők, mind pedig a látogatók izgatottan várják a csapat visszatérését.